Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk Berekfürdőben, és újabb látványossággal gazdagodik itt a település, hogy mi is ez pontosan, arról Vándor Károly repüléstörténésszel beszélgetünk. Itt állunk a múzeum mögött, és már elment a daru, és sikerült leemelni egy, mit is pontosan? Ez egy Mi-24D harci helikopter, egy 1978-as gyártású repülőjármű, amit mind a magyar néphadsereg légiereje, mind pedig a Varsói szerződésben szövetséges országok légiereje használt. Ez a darab konkrétan korábban a Kelet-Németország, tehát az NDK légierejében teljesített szolgálatot, majd 1990-től pedig a Luftwaffe-ban, tehát az Egyesült Németország légierejében repült, majd 1995-ben egyfajta segítségként a magyar légierő ezeket a gépeket megkapta, és mi most ezek közül egyet kaptunk meg támogatásként a Szovjet Repülőtér Titkai Múzeum részére. Azt hiszem, hogy erről régóta vált, hiszen beszéltünk arról, hogy szeretne valami kuriózumot hozni. Mikortól lehet majd ezt látni? Hát ugye most egy elég komoly munkafolyamat következik. Itt a kollégáink próbálják összeszerelni majd a gépet, nagyon-nagyon sok munkaórát igényel majd ez, és amikor készen van, kitakarítjuk, rendbe tesszük, visszaszereljük a farokrész szárnyakat, akkor lesz arra lehetőség, hogy látogassák majd az érdeklődők, körül lesz kerítve, és aki a múzeumot megnézi, az meg is nézheti majd a helikoptert kívülről. Egyébként lesz arra lehetőség, hogy belülről is megtekintsék, tehát a desszanteret, illetve a pilótafülkéket, de az csak egy speciális támogatói jeggyel. Kik segítenek önnek, hiszen vártunk itt az előbb, amíg leemelték, hogy szakszerűen történjenek a dolgok, mint hogy három szerelő fog érkezni, ők régi barátok, vagy ilyeneket szereltek? Akik itt vannak most részben barátok, akik a múzeum dolgaiban velem együttműködnek és segítenek, halljuk itt a háttérben is, hogy dolgoznak, azonnal beindult a munka. A csapat másik része pedig korábbi Szentkirály szabadjai szerelők. Szentkirály szabadján volt ugye a magyar légierőnek a Mi-24-es bázisa, és ott ilyen gépekkel foglalkoztak, tehát egy szakszerű kezelést fog kapni a gép. Akkor ők most egy kicsit nosztalgiáznak, hiszen régen nem szereltek már ilyet, de akkor tényleg szakszerű lesz. Én azt kívánom, hogy még hasonló ilyen kis kuriózumokat hozzon ide Berekfürdőbe. Hát én nagyon remélem, hogy ez sikerül, és ez csak egy kezdet, aztán folytatjuk tovább. Köszönöm szépen. Dr. Hajdú Lajos polgármester úr is itt volt, amíg helyreállították, levették ezt a helikoptert. Gondolom, hogy ez egy újabb látnivaló, nagy örömmel tölti el önöket. Így van, maga a levétel is egy izgalmas dolog volt itt, mint kicsit háziorvos, és figyeltem, hogy nehogy véletlenül nekem itt dolgom legyen. De hál' Istennek semmi probléma nem volt, semmi sérülés nem történt. Örülünk neki nagyon, hogy ezzel bővül a Kunmadarasi reptérről származó gyűjtemény. Minek köszönet Vándor Károlynak ezért a gyűjteményért, és hogy ő így nagyon lelkesen szervezést csinálja ezt a kiállítást, és ez egyébként az ő anyaga, mi meg nagyon szívesen adunk neki teret erre, mert ez nekünk is sokat jelent, és az idejövő vendégeknek is egy látványosságot tudunk nyújtani a fürdő mellett. És hát láttuk azért, hogy itt voltak a Berekvíz Kft. Dolgozó is, tehát azért a levételben is, meg a felállításban is segítenek, itt vannak már a kerítés, tehát azért ezt biztonságossá kell tenni. Őrizni azért 24 órában polgárőrök nem fogják, tehát gondolom, hogy azért ez is egy fontos dolog, hogy ez is megtörténjen időben. Igen, hát természetesen azért az őrzéséről gondoskodni kell. Több elképzelés volt, hogy milyen rendszer szerint legyen, de végül is úgy gondoltuk egy mobil kerítéssel, és majd még egy technikai őrzéssel, tehát kamera, illetve infra sugaras védést fog még kapni ez a helikopter, bár már felszállni nem valószínű, hogy fel fog. Nem soká lesz a kalászünnep, lesznek a nagy nyári rendezvények, tehát akkor biztos, hogy jönnek többen ide. Vándor Károly említette, hogy lesz itt egy pilóta találkozó is, tehát azt hiszem, hogy ők itt azért nosztalgiázni fognak majd. Gondolom, hogy igen, ez szerencsénk van, hogy Vándor Károly ezt szervezi és irányítja, kooperálja, sokat jelent nekünk ez látványosságban, és a vendégeknek is egy sajátos részét hozza ide. Tóth Attila is nagy érdeklődéssel nézte itt, ahogy lekerült a földre ez a helikopter, de értően is magyarázta itt a többieknek, tehát gondolom, hogy önt azért egy kicsit jobban érdekli, mint az átlagember. Hát igen, mivel én kezdettől fogva pilótának készültem. Ez volt életem nagy
vágya, hogy én pilóta lehessek, sajnos ez nem jött létre, de annak idején 1992-ben velünk indította be a Magyar Honvédség a hazai helikopter vezetőképzést, úgyhogy én kissé szakértő szemekkel néztem ezt a helikoptert itt. És néha aggódó szemekkel, hogy akkor most minden úgy történjen, ahogy emelik lefelé a darúval. Igen, hát azért a szakemberek azért látják, hogy minek hol kellene lennie, és minek hol kellene kinyílnia, becsukódnia. Úgyhogy igen, néha aggódva néztem, hogy minden rendben van. És mit tud ön? Tehát ennek utána nézett korábban is, vagy könyvekből is látott ilyet, és most először lát ilyet, vagy azért, mint egykori katona, azért közelebbről is látott ilyen helikoptereket? Ezek a helikopterek, ez a Mi-24-es D változat, ez a Magyar Honvédség, illetve a Magyar Légierő állományában is szolgált, tehát ezek nem újdonságok számomra, illetve ebbe a festésbe, illetve ebbe a feliratozásban ez mégiscsak, hiszen ez egy NDK, illetve német eredetű helikopter. Mindennapinak nem mondható, de azért megszokott látvány. És hát gondolom, hogy azért annyi protekció lesz majd, hogy megnézhesse belőle is, hiszen Lándor Károly mondta, hogy azért majd lesz lehetőség arra is, hogy a pilóta fülkébe is bemenni, tehát azért gondolom, hogy ön lesz ott az első között, aki ezt megnézheti. Bízom benne, hogy ez így lesz, tehát igen, nagy élmény azért egy repülés szerető embernek, hogy egy helikopter pilóta fülkébe beleülhet, illetve hát most már lesznek a szabad napjaimnak céljai, hogy itt fogok valószínűleg a helikopter körül ólálkodni, és nézegetem még. Hát én azt kívánom akkor, hogy legyenek még ilyen élményei, és lehet, hogy legközelebb még Vándor Károly másik hasonló helikoptert, vagy bármi más erekét ide tud hozni Berekföldőbe. Bízunk benne, hogy ez a múzeumnak a fejlesztése ez nem áll meg, fokozatosan és folyamatosan fog fejlődni, hiszen a berekfürdői turizmusnak is ez a célja tulajdonképpen, hogy más látnivalót is tudjunk nyújtani, más vonzó programot is tudjunk kínálni az ide látogatóknak, nem csak a fürdő.